2021 ben az év pálinkáját a Gyulai Pálinka Manufaktúra érlelt Szilva Pálinkája kapta. 2021-ben a Gyulai Pálinka Manufaktúra érlelt Szilva Pálinkája nyerte el az Agrárminisztérium Pálinkája címet. Az idei Nemzeti Pálinka Kiválóság programra a legnevesebb pálinkaházak adták be termékeiket. A szakmai zsűri 23 pálinkaház 144 tételéből 6 Gyulai Pálinkát választotta a legjobbak közé. A prémium sorozatból a cigány megy, a Vilmos Körte, a kökény, a vadbodza, az érlelt alma és az érlelt pálinka kapott top pálinka kiválóság és pálinka kiválóság minősítést. Azt gondolom, hogy ez a 13 év, ami mögöttünk van, az a fajta szakmai hitelesség, az a hit, amiben mi dolgozunk. Egyrészt köszönhető ennek a hatalmas 17 hektáros gyümölcsös kertnek, amit mögöttem található. Azt gondolom, hogy Gyula és környéke mikroklímája, a talaj az ásványok szerkezet, a talajnak kiváló arra, hogy jó minőségű gyümölcsöket termeszünk, hiszen az év gyümölcse, az év és ebből a kertből származik, pedig egy besztercei szilva, és a körösök vagy jellemző veres szilva házasságából létre pálinkát. 5 évig tettük bele egy gyönyörű szép magyar tölgyfa hordóba, úgyhogy így lett egy nemes párlat, és végig is lett Magyarország legjobb pálinkája. Fabuja Attila kiemelte, ez a szakmai siker elsősorban főzőmesterüknek, Mokrán Jánosnak köszönhető. A besztercei szilvából készített pálinkát magyar töltyfa hordóban érlelték, pihentették. Elhangzott a Magyarországon található több mint 200 kereskedelmi pálinkaház közül. Továbbra is az öt legjobb között van a gyulai. Ezt a szintet szeretnék a jövőben is megtartani.